Vicei Ilona mélyhűtőjében jelenleg nincs sertéshús. Az entai nyugdíjas elmondása szerint az elmúlt hónapokban egyre ritkábban készít ebédet marhahúsból vagy disznóhúsból. Baromfi, tanyai baromfiból, és azt általában olcsóbban meg lehet kapni, és finomabb. De hát a disznóhús hiányzik, abból én nem tudok töltött paprikát, még töltött káposztát csinálni. A baromfi húsból. Tehát azt is meg kell venni, de most már nem annyit fogunk enni, amennyit eddig. A Zentán található hentes üzletek nagy részében a sertéshús ára a legutóbbi drágulás óta stagnál. Belecs Csaba hentes szerint a héten néhány termék ára még csökkent is. Karaj az 389, a nyakas karaj 409, a combhús pedig 449. Ezek az új árak. És milyenek voltak korábban? Hát 469 volt a comb, 439 volt a nyakaskaraj, 409 pedig a karaj. Csernák János és családja 70 anyakocát tart Törökfalun. A gazdálkodók szerint a jelenlegi értékesítési árak kedveznek a tenyésztőknek. Jelenleg a hízó ára, az napi ára 145 plusz PDV tesz ki. A malac ára az 210-20 plusz PDV tesz ki. Én úgy gondolom, az értékesítéssel nincs nagy probléma, tehát kereslet mindig van. Úgymond a jó disznót mindig könnyű eladni. A tenyésztő hozzátette, a fennmaradásukhoz folyamatosan bővíteniük kell az állományt, hiszen a bevétel csak így fedezi a kiadásokat.